Sziasztok! Ma véget ér az NFC, az utolsó csapat is sorra kerül, e Skihox következik. Esetleg, hogyha kíváncsiak vagytok, akkor podcast formájában azért róluk már esett szó korábban, tehát a fűzővel kifelé, az meg tudjátok találni az NFC vesztet egyben ugye a négy csapatról. Itt ugye a Jamal Adams csere kapcsán is már azért néhány szó elhangzott az esetükben, úgyhogy ezeket nem fogom újra venni, tehát aki a, külön az Adams cserére kíváncsi, az szóval meg tudja nézni a linken, hogy akkor mi volt, jó rég volt már. És hát ezáltal ugye azokat a, a témákat sem fogom érinteni olyan nagyon, mert százszor elragoztuk már, hogy milyennek a siox az első számú baja, vagy hát nekünk mi az első számú bajunk azzal kapcsolatban, mi ott történik, és hogy miért illetik sok kritikával Pete meg azt a fajta játékot, amit futtatnak. De hát egyébként nyilvánvaló, hogy a vezetőedzőnek azért nagyon sok más erénye is van azon kívül, hogy a playhívást csinálja, mert itt azért a játékosok egyben tartása, motiválása, kiválasztása, stb. Ezekben azért ég kerül nagyon jó, és van egy ilyen, ilyen régi módi hozzáállása a futballhoz, ami sok kritikát jelent az ő számára, de ez egyébként annyira nem érdekli, mint látszódik és ugye a támadósorban pedig ugye Schottenheimer az ő embere, ő kéri meg arra, hogy ezt a fajta játékot játsszák, amit játszanak, szóval nyilván az valamiféle felelőssége van ebben, de egyébként ezt nyilván jóvá teszi azzal, hogy egy nyerő kultúrát fenntart, kialakított, és ugye ezek az emberek, akiket ő az nyerő csapatot alkotnak, ezáltal nyilvánvalóan biztonságban van a helye még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy ebből azért többet is ki lehetne hozni, mint ami kijön egy-egy évben. Elszáll jó magasra, jó magasra az égen, aztán egyszer csak leállítja a szárnyait, és szép lassan vitorlázik mozdulatlan szárnyakkal. Néha ugyanolyan hosszan tudnak landolni, mint amilyen hosszú a felszálló szakasz volt. Elindult ugye ez a letraszkuk hashtag, ami alapján most azért is tüntetnek így országosan, hogy azért nagyobb szerepet adjanak Russell Wilsonnak, és ezek a hírek már eljutottak kerolhoz is, és nagyon vicces volt, hogy az egyik sajtótájékoztatóján ő azt mondta, amikor megkérdezték tőle, hogy van esély arra, hogy Wilson nagyobb szerepet kapjon, hogy most már elgondolkodnak rajta, így hogy ez folyamatosan téma a sajtótájékoztatókon. Nem az alapján, ami a pályán történt, meg ami a háttér, hanem hogy nem hagyják békén emiatt. De hát mindegy, elgondolkodnak, úgyhogy lehet, hogy megváltozik majd a játékképe. Az biztos, hogy Wilson tavaly egészen kiváló volt, és karrierje legjobb idényét futotta, és hát talán először a 2012 óta nem volt neki nagyobb hullámvölgy, sőt nem voltak ilyen hullámvölgyes meccsei az egész idényben, és ez egy újdonságnak számított nála. Hát most az kérdés, hogy ez egy ilyen idény volt, és akkor most visszatérünk a korábbiakhoz, de hát ott sincsenek szerintem az a nagy bajok, mert egy-egy meccs félre megy, még azzal együtt lehet élni. Vagy pedig akkor ez, ez tudja folytatni, és ez a stabilitás ezt megadja, és 16 meccsen át adott esetben tud ligaeri szinten teljesíteni. A hol szezon mozgások alapján az utóbbi egyébként van esély, mert nekem tetszettek az igazolások. Mi volt a piacon? Hát még itt az utolsó napokban is ugye az, hogy Paul Richardson-t visszahozták, aki Washingtonban abszolút nem tudott megélni, de seattle volt olyan jó, hogy kiharcolta magának azt a szerződést, ugye, amit utána DC-ben aláírattak vele egy papírt, és hogy visszatér ide, simán lehet, hogy egy ilyen alulértékelt radarolt igazolásként beépül a csapatba, amelynek ugye a top elkapójátékosai azok megvannak. Tehát ott van ugye a Lakett, ott van Metcalf, aki jobban indította a karrierét, mint aztán sokan várták, Plusz ugye megérkezett Torszett. És megérkezett Greg Olsen, és én arra is kíváncsi lennék, hogyha Olsen végigjátszó ezt a szezont, akkor az ő szerepe milyen lesz. Mert annál is elsősorban azért az egészség a kérdéses. Meg egyébként Will Disleynél is, aki meg kettő vagy három mérkőzéssel kezdte, ami igen jó volt, aztán kidőlt az egész idényre. Aztán tavaly vagy lemásolta ezt és egy egészen váratlan karriert kezd befutni, azok után egy blokkoló Titanből egy ilyen labda mágnes volt azon a néhány meccsen, amikor játszani tudott. Szóval még a Titan poszton is sikerült mélyíteni, meg erősíteni a keretet, és ugye az elkapó sorban, hát most így hogy Richardson visszajött, még ugye talán egy folytonosság is van, mert az összhang megvan, ugye Wilsonnal kapcsolatban, Josh Gordonra még egyszer ránéznek majd, hogy éppen józane, úgyhogy ott is meg lehet a lehetőség, hogy egy, -egy ilyen meccsen X-faktor legyen. Támadófalban falban ugye voltak variálások, de hát ugye először Brit kidőlt, aztán Hunt, aztán ugye Hunt helyett lett egy új centerük Finni. Azt hiszem, az biztos, hogy előrelépés lesz, mert Joey Hunt nem volt túlságosan épületes az előző idényben mert persze azért Russell van egyfajta játéka, ami azért vonza a nyomást, de azért Hanton látszódott, hogy ő nem kezdő kaliber, most így a videó előtt vettem észre nagy meglepetésen, hogy ő leigazolt a kolc, mellettem a hír, de padra jó lesz, és hát ugye Brandon se eljött a jobb oldali tekülposztjára, nem igazán számít szerintem, de az, hogy, hogy Ifedi helyett ő lesz egyik kutya, másik ebb, Támadó biopályát itt újraigazolták, távozott Fent távozott Fluker, és így ezek a hat támadófal emberes felállásokban azért fent sokat játszott, de pont így, hogy azért vannak már jó tájtendek is, lehet, hogy kevesebb lesz az ilyen hat támadófal emberes felállás, amelyben, ha jól emlékszem, akkor Liga elsők voltak tavaly, így vagy úgy, kicsit frissítettek a, a támadófalon, kicsit megvariálták azt, hogy a drafton is jött ember, nagy, nagy, változások nincsenek, tehát továbbra sem lesznek ott az élmezőnyben, ezt mindannyian tudjuk, de Wilsonnak a, a tudása, a stílusa, az, az túl kellene, hogy élje ezt a fajta építkezést, és majd ő megoldja, ahogy eddig. És az, hogy ezek a fiúk hogy fognak tudni a futáshoz blokkolni, és hogy mekkora szerepük lesz, mert ugye Carlos vissza visszahozta a az előző évvel a Texans az élők közé, és most a Seattle megnézi azt, hogy ez mennyire igaz, és hogy ez véletlen volt-e, de itt van ugye Carson, aki az első számú futó lesz, Penny most PUP listán van, de azért vannak futóik, akiknek kellene majd futni, és hát ehhez majd meglátjuk, hogy hogyan tudnak helyet csinálni, mert egyébként, hogyha nem sikerül, még az is ülhet el jól, bármilyen fura, mert hogyha hogy beállsák magukat a gödörbe, azért lehet, hogy akkor pont ezért lesz Wilsonnak nagyobb szerepe, és akkor ezáltal tudnak meccseket nyerni, meccseket fordítani, és akkor a következő meccsekre pont az ilyen öngerjesztő jelleggel lehet, hogy egyre inkább kezdik majd elhinni azt, hogy Wilsonra építve is lehet meccseket nyerni. Mert amikor ugye a legrosszabb volt Carol a futójáték a Seahawksnak, akkor nem jutottak be rájátszásba. És hiába volt el a Russell jó ugye abban az évben, ők azt szűrték le, hogy nem volt futójáték, nem volt play-off, tehát így egyenlőséggel, és teljesen mindegy az, hogy Wilson közben pedig agyát eldobva játszott, ez lehetséges, hogy azért lassan, hogy már ő is azért veteránok közé tartozik, így hogy nyolcadik idényén túl van, lehet, hogy azért majd megkapja a nagyobb szerepet, én nem hiszem, de hogyha bajba kerülnek, akkor nincs más lehetőség, akkor rá kell bízni, és valószínűleg azért meg fogja oldani. Ami még nagyon átalakult, az ugye a védőfal, onnan rengetegen távoztak, Laoni-nak ugye mai napig nincs csapata, legalábbis amíg felveszem. És hát akik elmentek a védőfalból, vannak olyanok, akik aránylag sokat játszottak, de azért túl lehet élni a hiányukat. Ami problémás, hogy ugyan hoztak embereket, tehát érkezett Majova, vagy érkezett Bruce Irwin, aki hát mondjuk úgy, hogy védőfaljátékos, de hát ugye ez a karrierjét a Heimbecker sorba kezdte, meg hát amúgy egy játékosnak talán jobb de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy nincs meghatározottan kiemelkedő passzsértetőjük. És hát belülről a nyomás, hogyha jön, akkor az nyilván jó, de hát azból is csak, csak reménykedni lehet, de a szélről egyáltalán nem fog jönni nyomás jelen állapot szerint. Főleg azért, mert ugye a Seahawks azért szereti azt, hogyha négy ember támadja csak az irányítót, és hát ezek közül nehéz lesz majd kiállítani négy olyan játékost, aki oda is fog érni az irányítóhoz. És hát ugye beszéltem erről ugye a baltimore videó kapcsán, hogy hogy oké, okay, hogy a secondary az jó, mert most a secondary az nagyon jó lesz ugye, főleg, mert Jamal Adams is itt van, de hogyha sémából nem nem tudnak nyomást generálni, akkor ez az a négy emberes rush, ez még visszajuthat. És nem arról van szó, itt, itt látszik, hogy nem arról van szó, hogy megjött Edemsz, és akkor erőszekönder, és majd sémából generálják a nyomást a front szabben. Itt ugyanúgy szerintem a, a base formáció az jelen lesz az esetek nagy részében, és megpróbálják négy emberrel megoldani a Pestrást, ami megmondom, ezzel a személyzettel nem néz ki túl jól, és Clowny sem biztos, hogy ezen olyan nagyot lendítene, hogyha visszajönne de nem is voltak vele elégedettek, úgyhogy nem akarják őt visszaigazolni. Ez lehet a, a csapatnak a legnagyobb hiányossága, ugye, hogy, hogy, a védőfal milyen lesz. Mi volt a drafton? Elég sok kritikát kaptak a drafton Jordan Brooksnak a leigazolása a kiválasztása miatt, ugye az első körben. Mert hát ugye a Texas Tech linebackeréről van szó, és hát ugye a linebacker poszton, mondjuk úgy, hogy aránylag megvannak. Hát ugye szeretnek is három linebacket kiküldeni a pályára, a tavalyiak közül pedig ugye Kendricks nincs már a keretben, KJ Wright és, és, Bobby Wagner pedig öregszik, tehát Brooks biztos, hogy be fog épülni előbb-utóbb a csapatba. Én szerintem egy tehetséges gyerekről van szó, aki nagyon megbízhatóan szerel. Ez azért mondjuk egyezik Bobby Wagnernek a, a prospekt ismertetőjével. És persze nem a leg, Legnépszerűbb poszta az, amit így kiválasztottak. De ugye nagyon fontos az, hogyha valakit elhívnak interjúra, meggyőzze a stábot, lássák azt, hogy illik az öltözőbe, és hogy ott a szemléletben minden stimmel azzal kapcsolatban, amit ők szeretnének. És hát Brooks esetében én azt mondom, hogy a sémába be lehet építeni. Korán választották ki, ugye? De hát most, hogyha linebacket akarnak egyébként ott nagy különbségek szerintem nincsenek a hozzáadott értékben, no offense, és én ezzel egy tudtam élni egyébként. Tehát persze lehetett volna így, meg úgy, lehet ezen agyalni, hogy, hogy mi történt volna, de én, én, már túl vagyok ezen, hogy itt a seattle az első körös draftjaira úgy készüljek, hogy majd a konszenzusos nagy tábla alapján kiválasztanak valakit, a tetején van. Brooks esetében szerintem nem tesznek olyan szinten rossz lóra, hogy ő nem lesz bust. Tehát ő, amit szeretnének tőle, hogy megcsináljon, azt meg fogja csinálni. Lehet, hogy nem ő a leggyorsabb, meg a legfürgébb, legatletikusabb a linebackerek közül, de már azért elő rutinja van, tudja olvasni a játékot, úgyhogy nem tudom, hogy kezdőbe szállják-e, így azért nehéz lesz ő, túl sok snappet kapni, ha nincs sérülés a kezdőcsapatban, de szerintem ez utólag úgy fognak majd erre visszatekinteni, hogy egy találtak egy kezdő játékost, és ez nekik elég mennyit akartak. Tehát így, hogy azért a az offense az a helyén vannak a, a sztárjátékosok, és a piacon megoldották a szekönderit cserékkel, ugye, mert ugye Dunbarról nem beszéltem, de ugye cserék, cserével került a csapathoz, meg Edemsz is, és ezért nem olyan vészes Úgyhogy ez Antoni nem mondották el a ezzel a draftolással, kicsit szerintem túl azt, hogy, egy Brooks ott egy értéktelen játékos, ez, ez, szerintem egyértelműen túlzás volt, és, és meg lesz neki a helye. Na hát a Pestras repertoárt, azt majd itt bővítheti dereltél a következő választásuk is, aki hát nem mondanám, hogy ilyen tuti megoldás lesz erre a szerepkörre, de egynek be lehet küldeni. Itt az a baj, igazából itt most a jelenlegi felhozatallal, amit a Pestrassereket illeti, és ebben Derel Taylor is beleillik, hogy mindenki ilyen jó harmadik számú. Tehát egy jó csapatban ő lenne a harmadik számú egy játékos, ez Taylorra is igaz, és lehet, hogy ő lesz itt a harmadik számú, csak előtte is van két másik játékos, aki meg hát ugyanúgy csak harmadik számúnak néz ki nehéz ezen a poszton is jó szemmel hozzányúlni a játékosokhoz. Ők tudják, tehát mindig az biztos, hogy kellett ember a pozícióra. És Damien nekem jobban illik ebbe a csapatba, de ő is ez a Mauler jellegű játékos, szerintem sokkal jobb képességű, mint az LSU-ból érkező falemberek, tehát ugye a Sadik Charles a Washingtonban, meg a Cushenberry a Broncosba került, szerintem Damien Lewis mind a jobb. Ugye elsősorban futásblokkolásban erős, de hát azok, az a fajta játékos, akik itt voltak, ugye Fluker vagy, vagy Wormack is ugye visszatért a csapathoz, vagy visszatért a ligába egész pontosan, tehát ő ebbe is beleillik, és én elnéz, elhiszem azt, hogy ő kinevi magát egy jó kezdő játékossal, aki elsősorban futásblokkolással keresi a kenyerét úgyhogy azon a helyen kiválasztva az teljesen jó. Ellenben utána Colby Parkinson nem tudom, hogy hogyan fog magának itt helyet találni a kezdő csapatban, hát ott biztos, hogy sehogy. 53-as keretben se lesz könnyű, főleg így, hogy ezért Olsen megérkezett. Hogyha ott jön a sérülés bogár, akkor bekerülhet, de hát megmondom, hogy mindenki abszolút nem volt rajta a radaromon, így a Titan osztályból Parkinson, meg hát így az összes, összességében a Titan class az nem volt valami erőteljes, DJ Dallas running back, hát igen, szó volt már róla, hogy ott neki is nehéz lesz carry-ket kapni, de hát running backként azért nagyobb a lemorzsolódás, és hogyha véletlenbe kell állni, akkor Jó, hát nem rajta múlik majd, hanem az, hogy éppen lesz hely, vagy nem. Alton Robinson egy, 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 egy stílgyanús ember lehet. Tehát én azt el tudom képzelni, hogy ő többre viszi majd, mint Taylor, akit ugye sokkal hamarabb választottak, mert Ilyen persze specialistaként, hogyha nincsenek is eredményei, de látszik rajta, hogy jó adottságai vannak, nagyon hosszú karjai vannak, ugye, és aránylag atletikusnak is számít, az első lépése jó, és hát persze a technikája az nem az, de hát kiből legyen akkor játékos, hogyha nem az ilyenekből. Úgyhogy az nekem tetszett az a választás, tehát így hat. Hat pikk után nekem már a torobizom volt talán a második legjobb, akit kiválasztottak. Úgyhogy belőle szerintem még lehet itt valami, hogyha jól reagál a képzésre. Fred Swain szerintem nem körbe 53-ba, és végén Sullivan, az lsu volt elkapója per tájtengyi. Hát szerintem ő se fog ebbe a mély, mert most mély felhozatal van a skill pozíciók között bekerülni. Megnézték aztán most így az augusztusi keretfeltöltésnél jöttek nála jobbak, úgyhogy nem nagy veszteség, hogy egy hetedik körös az megy a levesbe. Majdnem elfejtettem mondani, hogy kedvenc irányító prospektem Seattle-be került, sokan valószínűleg hogy erre nem számítanak, de igen, Anthony Gordon volt az, akitől én leginkább vártam azt, hogy ma majd hova kerül és mennyi esély lesz, hogy bekerüljön a Csináltunk annak idején egy ilyen draft bearangozó podcastet a Katona Danival, és akkor beszélgettünk az irányító prospektekről ilyen top 5-ben, top 5 játékosunk, és nekem az 5. Anthony Gordon volt, és már ott valami olyasmivel zártam le a mondandómat, hogy hát kíváncsi leszek, hogy így a második napon hova kerülhet, ahol azért lehet esélye, hogy pályára is lépjen egyszer. Aztán mondta, hogy ez kicsit magasnak tűnik neki. de én nem nézegettem ezeket a rangsorokat, csak így, így, fejben összeraktam, hogy az alapján, amit látok tőle, és ez jónak számít, és el szoktak menni ezek a fiúk korán, meg tényleg a pontossága az nagyon rendben volt, és jobb, jobb volt ugye, mint Minshew az előző csapatából, Washington State-ből, és ugye pac rekordokat döntögetett, úgyhogy ez egy aránylag régi konferencia, tehát ott már régóta passzolják a labdát. Szóval ez volt Gordon, és nagyon bíztam benne, hogy ő lett a következő ilyen vékony dongájú gyerek, aki amúgy bejön és jól tud irányítani. Nem volt a senki. Hát és akkor ezek után nem marad más lehetőség, mint hogy megpróbál valahol a beférni. seattle ez meg lehet, mert ugye Russell a magát nem volt senki, aztán most újraigazolták Gino-t, és hát a rutin miatt könnyen lehet, hogy majd Gordon kiszorul, de egyébként szerintem ő egy, egy tehetséges gyerek, nagyon sajnálom, hogy senki nem látta meg benne a potenciát, hát ki tudja, hogy lesz-e belőle valami. Mennyi az annyi? Kilenc győzelemről írnak a fogadó irodák, és szerintem ez azért meg lesz, tehát a, a az első helyet kellene küzdeni a csoportban mindenképpen, de a fő csoportban is ott lesznek azért mindenképpen a spiccen, így a Jemal Adams cserével ugye sok minden megoldódott. Tehát azzal, hogy ő megjött, erősödött a secondary, erősödött a base formáció is, hogyha úgy veszed, mert hát Adams akár linebackernek is beillik, és egy olyan játékosuk lett, aki, aki jelentheti azt a plusz egy extra győzelmet, ami amúgy nem jött volna. És az a kiemeléseknél is sokat számíthat. Tehát azzal, hogy ugye Russell itt van, egy nagyon-nagyon stabil alapja van ennek a csapatnak, tehát kutyába soha nem fognak lemenni, 50%-os mérleg, az, az, tényleg minimum, hogy össze kell, hogy jöjjön, amíg ő itt van, és nem teljesen inkompetens társai vannak, már pedig nagyon jó társai vannak, hogy nagyon jó fenz nézhet ki így ennél a csapatnál, és az, hogy Adams megérkezett, meg Dunbar megérkezett, így most már a coverage is összeállhat olyan szintre, hogy, hogy mérkőzéseken át le tudják majd húzni a redőnyt, úgyhogy nagyon jól néz ki játékos állomány alapján ez a Seahawks, és ott erősek, ahol erősnek kell lenni, mondom, leszámítva a Pestrást, ahova meg aztán ki tudja, hogy lehet -e még a csere határidőig erősíteni, hogyha így ennyire all mondanak, akkor lehet, csak ugye elnyomták már a draft a korábbi cserékben. Mindegy, így vagy úgy azért okoskodni még lehet, de az biztos, hogy ebben az összeállításban is nagyon nehéz lesz őket legyőzni, hogyha ha minden úgy áll össze, hogy azért Russell Wilson is el tudja kapni a ritmust, és nem arról lesz szó, hogy csak Harmadik Dánra kell megoldani a, a problémákat, és csak így kiavítja a korábbi bajokat, hogy nem ment előre a labda elsőre, másodikra, hanem hogyha a képességeihez méltóan használják, felmérik azt, hogy egy MVP jelölt van náluk, kihasználják az erősségeit, akkor minden adott hozzá, hogy felül teljesítsenek, mert tavaly szerintem egyáltalán nem voltak olyan erősek, mint a Niners, és egy pléjem múlott, hogy ne előzzék be őket. És egy ilyen csapat az az borzasztó veszélyes, hát még hogyha ilyen játékosokkal tud erősíteni, amik idén jöttek, úgyhogy a Seahawks az valószínűleg idén is a, Lombardiát fog menni, és nagyon nehéz lesz ellenük. Ugyanakkor nyilván itt az NFC-ben nagyon sok ilyen csapat kezd összeállni, úgyhogy nagy rangadókat is fognak játszani, úgyhogy ezeket majd lehet nézegetni, és meglátjuk, hogy mennyi igaz abból, hogy hagyják, hogy Russell főzzön. Ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet mára, meg a türelmet kicsit késő van, de már szoktatlak titeket hozzá, hogy az éjszakázás napjai, hetei, hónapjai következnek. És programajánló. ugye holnap lesz este a 53-as keretszűkítési határidő. Tervezem azt, hogy majd az ottani mozgásokról, meg ugye az utolsó néhány napnak a, a tranzakcióiról csinálok egy külön videót, és ott elmesélem, hogy ha volt valami, vagy lesz valami érdekes, akkor mi is az, ami megragadta a figyelmemet, mert akkor a maradék két csapat is sorra kerül még természetesen a kirúgás előtt. Aztán szóval jövő héten meg meglátjuk, hogy mi a melyik. titeket azokra is, sziasztok!